Darvas Tarozsán egy tipikusan szecessziós épület, és méghozzá bécsi szecesszió. A bécsi szecessziónak a jellegzetessége a nagyon díszes és színes építkezés, és még van egy jellegzetessége, és pedig az, hogy a magyar virágmotívumok, tehát a magyar folklórból vett virág és állatmotívumok. Ez volt az úgynevezett alsóhal, vagy a kicshal, itt fogasok voltak, kicsit ruhatárnak szolgált, természetesen volt berendezés, de aki bejött a házba, itt vette le a felöltőjét, itt hagyta a kalapját, itt hagyta a sétapálcáját, a hölgyek itt hagyták a felöltőjüket, és esetenként a kalapjukat is. A házat egy darvas nevezetű, hát ma úgy mondanánk, hogy nagy vállalkozó építette, az építészek a Európa hírű vágó fivérek. Várható még egy házat ők terveztek, Budapesten több épületük van, illetve Bécsben és Európa több városában állnak vágó fivérek által tervezett épületek. A Laros név pedig onnan ered, hogy a Darvasnak a csendes társa volt ez a svájci bankár, francia-svájci bankár a Laros. Egy adott pillanatban a Darvas eladja az ingatlant és a vállalkozását, az ingatlan átkerül egy családhoz, még egy családhoz, majd, és itt kezdődik az én családom története, dr. Sor Dezső ügyvéd veszi meg az ingatlant, akinek van kettő darab lánya. Édesapám és az öccse, nála egy évvel fiatalabb öccse, tehát apám született 1908-ban, az öccse született 1909-ben, ők mind a ketten nagyváradnak katonáskodnak. És beleszeretnek ebbe a bohém szecessziós városba, a kultúrájával, a múltjával, az akkori jelenével, és úgy döntenek, hogy vesznek itt egy ingatlant. A Sor ingatlan eladó, a Sor villa. Édesapám színész, nagybátyám közgazdász, és úgy döntenek, hogy akkor a közgazdát jöjjön tárgyalni. Váradra jön és tárgyal, és olyan sokáig tárgyal a Sor Dezsővel, hogy beleszeret a Gertrude nagyobbik lányába, ebből házasság is lesz. Úgyhogy már csak a háromnegyed házat kell kifizetni, mert negyed jött hozományba. Majd eljönnek a vér korszak évei. 43-ban édesapámat Korosvárra elviszik munkaszolgálatra, nagybátyámat Nagyváradra, viszik munkaszolgálatra, a Sor családot deportálják Auschwitzba, senki nem jön vissza. Édesanyámat, a családját, édesapámnak a családját deportálják Auschwitzba, édesanyám és a húga jön vissza. Ők már 43-ban, amikor elment amikor a munkaszolgálatra behívták édesapámat, ők elégezték egymást édesanyámmal, ez egy nagyon-nagyon nagy szerelem volt, és tartott 53 évig. Nem, 56 évig az eljegyzéstől számítva. Amikor a túlélő zsidók, amikor felszabadultak a lágerek, több elosztó ponton álltak meg egyik, tehát volt ez Prága, Budapest és Nagyvárad. Nagyváradban a zsidókórházban, az akkori zsidókórházban a mostani szülészeten a Korozvári úton volt a gyülekező hely. Nagybátyám, aki ugye Váradban él, itt él, elmegy értük is elhozza idő, hogy várják itt meg édesapámat. Édesapám Mauthausenbe került, ez egy külön történet, Mauthausenbe került, flektívuszt kapott, a három nappal később jönnek az amerikaiak, hogy nem jön vissza. De így megmentették, és több hónapon keresztül kórházba ápolták, hogy a 183 centi magas volt édesapám, hogy a 40 kilóról legalább elérő 60-65 kilót, hogy haza tudjon jönni. Édesanyám és a húga ugye Auschwitzból kerültek haza, itt találkoznak, úgy döntenek, hogy Kolozsvárra nem mennek vissza, mert a szomorú történetek várták őket.
többek között az édesanyám lánykori lakásából egy magyar család lakott, akik nagyon nagy sajnálattal vették tudomásul, hogy valaki hazajött ebből a családból, és nehogy véletlenül visszakövetelje a lakást. Édesanyám semmit nem követelt vissza, annyit kért, hogy a szekretár hátsó fiókjába nézhessen bele. Akkor elkezdődött a sikítozás, hogy itt nincsenek ékszerek. Azt mondta anyám, hogy nem érdekel. Ő igazából azt a gyűrűt kereste, amivel édesapám eljegyezte, és a gyűrű most állandó. A lakás többi részében minden szobában beköltöztettek egy családot, általában faluról felkényszerített embereket, több gyerekes család minden szobában, minden berendeztek konyhának, meg mindenfélének. Hát ez egy elég szomorú történet volt, de én már 56-ben születtem bele. Majd amikor jött a Fecsebihar Klub és elkezdte terjeszkedni, tehát először leköltözött le, majd ez egy sport, fotballklub volt, majd felfele is érdekelt volt, akkor elkezdtek lakást kapni az itt ide elszállásolt emberek, és amikor mentek el, akkor mentek a bútorokkal együtt, mert hát azt ők az államtól kapták. Itt volt valaha a nagy ebédlő, ahova ugye akkor gyűlt be a család, amikor összegyűlt a család, vagy vendégek voltak, vagy ünnepnapokkor itt ebédeltek, itt vacsoráztak. Ez volt a szalon, itt valamikor egy arany rokokó szalongarnitúra volt, itt egy barokk ebédlőbútor, hát nem maradt semmi. A rokokó bútort már a háború alatt rabolták ki. Nagyon érdekes volt, hogy meg szomorú is egyben, hogy például édesapám visszavásárolt a dolgokat, amit elraboltak a háború alatt. Ami csodálatos az egész ebbe a történetbe, az, hogy megvette a Városháza, hogy a dr. professzor Ramona Novikov, aki a Angela Lupsa nevezett igazgatóasszonynak a tudományos tanácsadója, ő művészettörténész és szecesszióra szakosodott. Ő otthonról hoz tárgyakat, hogy szépüljön ez a leendő múzeum, például az a fotel és az a szép állólámpa, az ő, meg a vitrint is ő hozta otthonról. Váradiak elkezdtek tárgyakat hozni. Például úgy lett két vasaló, hogy az egyiket egy váradi hölgy hozta be. Itt a szekrényben úgy lett a só, cukor és liszt tartó, hogy szintén váradiak hozták be. Még anyukám ezen a spóron főzött meg sütött tésztát, soha többet olyan finom kaját nem lehet csinálni, mint itt. Soha. Ez a leglátványosabb történet. Ez volt a mi hálószobánk, aztán ameddig elköltöztem, én aludtam itt. Ez egy 19. század végi bécsi rokokó, a bútor, a tükör viszont, az egy 18. századi velencei tükör. Itt már kezd minden eredeti lenni. Tehát itt már eredeti a gardrób szekrény, a fogasok. A saját központi fűtése volt. Tehát voltak hatalmas kazánok az alaksorban, és annyit fűtöttek az egész házat, és ilyen magas fűtőtestek voltak. A kazánokat a nyilasok vitték el, a többit az oroszok. Voltak elvtársak, akik mondták, hogy ezt le kéne bontani, mert olyan burzsúlyos az a ház. Óriási szerencsénk volt, hogy a múzeumnál olyan emberek voltak, akik ezt megakadályozták. Óriási szerencsénk volt, egy adott pillanatban Jakobovics Miklós a múzeumnál dolgozott, és azért maradhatott meg nekünk a bútorunk, meg a festményeink, mert azt mondta, hogy értéktelen, és akkor nem kellett bevinni a közösbe. Azért maradhatott meg a háznak a rajza, mert Rodika Hörke, akinek a férje egy nagy pártaktivista volt,
hangyaszorgalommal mindent begyűjtött erről a házról, és eltette mélyen egy fiókba, várva jobb időket. Tehát szerencséje is volt ennek a háznak. Legyen ez az én városomé, és örüljenek neki, akik megnézik, és borzasztó jó dolog visszajönni, és jó dolog mesélni erről, és jó dolog mesélni a családomról. És jó dolog az, hogy soha nem üres, mindig vannak. Tehát mindig vannak látogatók.